Sziasztok, ha itt vagytok, Kovács Eszter vagyok, ez az én YouTube csatornám, feliratkozhatsz itt a videó alatt, és akkor tudsz róla majd, hogyha új videót töltök fel. Ja, nem, csak akkor, hogyha megnyomod ezt az értesítést ott mellette, vagy ilyen kis csengő, vagy mi van ott. Na, arról szól a mai videó, hogy a festett hajak kopnak, és a barna árnyalatúak, még az is, ami hamvas színre van festve, az vörösödik. És hogy miért van ez, és mit lehet ez ellen tenni. Na hát, hogy elment itt a pasi? Itt van velem szemben egy ablak, a kirakat, és van egy ilyen, úgy hívom, hogy a boldog pasi, mert ilyen ruganyos járása van, és ilyen, és olyan lendületesen megy el itt minden nap az üzletem előtt, olyan jó nézni, komolyan mondom, egy boldog ember. És így lobog a haja, mert ilyen ősz haja van, ilyen kicsivel hosszabb, és ahogy így megy, így tök jó ránézni. Van néhány járókelő, akit így elneveztem. Ő a boldog pasi. Na, a festett hajról van szó, ugye? Ami kopik, és vörösre kopik. Ez úgy van, gyerekek, hogy a szőke haj, az, hogyha kopik, akkor, vagy veszíti a színét, akkor ugye sárgul. A hamvas szőke is. Ha ilyen közép árnyalatú barna hajad van, akkor is, hogyha hamvas, akkor is, ahogy kopik, vörösödik, nem biztos, hogy látod, de abban olyan narancsos árnyalatok jönnek elő, vagy vannak. Ha meg sötétebb a hajad, akárha fekete, vagy a feketénél néhány árnyalattal sötétebb, de mondom még akkor is, hogyha hamvas barna, a tövénél hamvas, de ahogy mosod és kopik, veszít a színéből, az meg vörösödik, az ilyen vöröses lesz. Miért van ez? Ez kémia. Igazából a hajfestékek, ahogy ugye festjük vele a hajat, mindenféle színárnyalatot kell, hogy tartalmazzanak, ahhoz, meg a saját pigmentjeid is ott vannak, ahhoz, hogy abból hajszín legyen. És a hideg színeknek az a hátránya, ugye a hideg az a hamvas, az a hátránya, hogy nagyon könnyen eltűnnek a hajból, és maradnak a hajban a meleg színek. Főleg, hogyha egy haj nem egészséges, roncsolt, akkor a hideg színek azonnal távoznak belőle, hajmosás, ugye meg szőkítés ilyesmi hatására, és maradnak a meleg árnyalatok. És a Facebook oldalamon, ami a Fodrászat Kovács Eszter Veszprém, vagy valami ilyesmi, az oldalnak a neve címe, ott van fent több kép is, amikor hajat világosítottam, tehát volt egy sötét barna haj, szőkítettem, és akkor van fent kép arról, hogy közvetlenül szőkítés után milyen a hajnak a színe, és akkor azt, tehát milyen világosra kellett, mennyire világos narancsra vagy sárgára kiszökíteni ahhoz, hogy utána egy ahhoz képest jóval sötétebb vörös, vagy vörösre, hamvas barnára befessem. Most ebben nem megyek bele, hogy miért kellett olyan világosra, de jól csináltam, így ütege, hanem lényeg az, hogy utána egy hamvas barna lett. Na de a szökítés része itt most a lényeg, hogy azt látjátok, hogy mindegyik szökített alap narancsos, sárgás, vöröses, attól függően, ugye, hogy mennyire kellett nekem felvilágosítanom. Először ugye, ahogy világosítasz fel egy hajat, először vörösre világosodik, aztán narancsra, aztán világos, aztán sárgára, aztán világosabb sárgára, még világosabb sárgára, de biztos, hogy sárga marad. Tehát olyan nem lesz egy egészséges haj világosításnál, hogy hamvasra világosodik fel. Olyan nincs, azt felejtsétek el. Biztos, hogy meleg árnyalatra. Na most a festett hajnak a kikopása, az tulajdonképpen ugyanez. Amikor sötét az a haj, akkor ebből a vörös pigmentek, ami kopás során látszik először, aztán ha azt tovább koptatod egyébként, mert nem mész a fodrászhoz, és nem fested be a sötét 1-es, 2-es, 3-as, 4-es barna hajadat, akkor az már aztán lesz majd narancsos is egyébként. De általában már vörösnél ugye el szoktatok menni, hogy visszafesteni. És így, na, mit lehet csinálni, ugye? Egyedül a Matrixnak van ez a Dark Envy amit mindjárt megmutatok, megkeresek. A balzsamot nem hoztam ide,
De ugyanilyen, ez a Dark Envy. Ez, ami a legsötétebb barna hajakra való, és ha ezzel mosod, ez zöld színű. Itt egy kicsit ki is folyt, látszik, hogy ilyen sötét zöld színe van. Nem lesz tőle zöld a hajad, ne aggódjál. A vörös színnek a zöld a komplementer színe, tehát ez fogja tompítani a vörös árnyalatot. Magyarul nem engedi kivörösödni a hajadat. A balzsamja ugyanilyen jó, azt is használni kell. Tehát, hogyha tudod, hogy neked hajlamos erre a hajad, akkor vásároljál ilyet. Akármilyen festékkel van festve, jó lesz rá. Csak mondom, szerintem a többi cégnek nincs ilyen samponja. De ha van, akkor az a legjobb egyébként, hogy amilyen festékkel van festve a hajad, olyan sampont használjál hozzá. Tehát L'Oréal-a, L'Oréal Matrix, Matrix Schwarzkopf-ra, ezért jó. Tehát annak a samponjait ugyanis, de professzionálisan, tehát nem bemenni a Rossmannba, DM-be, Müllerbe, nem tudom, ezt levenni a legolcsóbbat, hanem fodrászkellékesnél, vagy fodrásznál vásárolni, vagy megkérdezni a fodrászt, hogy hol vásárolja. Professzionális hajápoló termékeket kell használni. Ne kenjél magadra minden szart, mert nem lesz jó. Úgyhogy és hidd el, hogy kiadósabb, és anyagilag jobban jössz ki, csak egyszer kell többet fizetni, érted? De egyébként nem is annyival többet, szóval. Na, szóval úgy tudom, hogy egyedül a Matrixnak van ez a sötét, barna hajakra való zöld színű samponja. Hát most nem hoztam ide, de ott van a mosónál a másik, ami pedig a Brass Off sampon, ami pedig az egyel világosabb barnákra való, amik narancsosra világosodnak fel. Tehát arra pedig egy olyan színű sampont kell használni, az egyébként kék, és a szőkékre, ez biztos, hogy mindenki tudja, van ez a lila színű sampon, igaz? Most az is ott van a mosónál, már nem megyek oda érte. A Matrixnak ugye az is van, az pedig ugye a szőkékre való, hogy ne, hogy hamvas maradjon az árnyalatuk, tehát hogy ne sárguljanak, mert ugye a sárga színnek meg a lila a komplementere. Arról azért ejtenék egy-két szót, ha már így szóba jött, hogy a szőkéknél én azért vigyáznék, mert sajnos nagyon-nagyon sokszor előfordul az, hogy nem jó, nem jól használjátok a sampont, és belilul a hajatoknak, a szőkehajnak a vége. Mert a tövét nem látod elég hambasnak, sárgának látod, holott nem az egyébként, de mindegy. És elkezded mosni. Igen ám, de a samponnak a habja, az meg lecsorog a végére, ahol az folyamatosan színezi a te hajvégedet, a te porózus hajvégedet, míg a tövén ott masszírozgatod a sampont. És a végét túlhambasítja, a tövénél meg úgyse csinál semmit. Tehát semmit nem fog csinálni a tövénél. Ezt a lila sampont, ezt nagyon-nagyon kevés alkalommal kell használni egyébként. Tehát valóban kell. Tehát én otthoni használatra nem szoktam ajánlani, mert ezért, amit mondok. A végét túl fogja hambasítani, a tövénél meg semmit nem érsz el vele. Szőke hajra, hogy hambas maradjon, arra én teljesen mást csinálnék, és fogok csinálni erről egy videót. És majd azt nézd meg. És ott elmondom, hogy... És most ezt fel is írom. Jó, hogy ezt ne felejtsem el. Na, szóval inkább én a barnákra javaslom, mert ott nem tudsz tévedni, ott nem fogod elrontani, nem fogja megfogni a hajadat, a barna hajadat se kékre, se zöldre, tehát nyugodtan használd, és tök szép lesz tőle. Vagy hogyha a fejbőröd miatt egy speciális sampont kell használni, tehát zsíros, korpás, érzékeny, hullik, nem tudom, akkor most azzal a samponnal, amit kell, akkor használd ezeknek csak a balzsamját, ami szintén ugyanilyen színű, és a balzsamot rá tudod kenni szépen a hajadra, és ugyanúgy megszínezi, és nem engedi, hogy vörösödjön. Jó? Erről ennyit. Akit a szőke érdekel, az keressen majd rá a szőkehajos videómra. Azt hiszem, mindjárt, ha lesz időm, megcsinálom azt is. Sziasztok!